Hogyha a szerelem van, akkor tényleg mindent meg lehet oldani, és minden nehézségen át lehet jutni egy párkapcsolat szintjén. Ha az elmúlik, akkor nyilván jön már az erőködés, jön az, hogy az ember próbál megfelelni egy szerepnek, stb. De azt gondolom, hogy a szerelem az, hogy megmaradjon, az mindenképp dolgozni kell érte. Nagyon nagy lendületet és erőt ad, hogyha az embert kedvelik, hogyha szeretik, ha hallgatják a dalait. Ez azért talán az egyik csúcspontja az életemnek például, amikor a közönséggel együtt éneklünk egy-egy dalt, és látom a szemükbe, hogy éneklik, az egyszerűen csodálatos. Én ilyen belvárosi, mindig ez az ilyen, legyen a közelemben egy kávézó, egy kocsma, egy szórakozó hely 200 méteren belül, mindig így éltem az életemet, hogy ott kell lennem benne, ahol az élet zajlik. Az elmúlt pár évben viszont iszonyatosan elkezdtem vonzódni a természet, a nyugalom, a kikapcsolás irányába. Köszöntök mindenkit a Nézőpontban, a műsorban, ahol igyekszünk mindenkit képbe helyezni az erdélyi valóságról. Műsorunk meghívottja Marsalkó Dávid, a Halott Pénz frontembere, alias Dead Money, így is szoktak emlegetni, így futsz Instagramon is például. Amikor a műsorra készültem, megmondom őszintén, hogy egyből úgy éreztem, hogy nem lesz nehéz dolgom veled, és megmondom, hogy miért. Azért, mert úgy érzem, hogy folyamatos célod az önazonosság keresése, úgy szakmailag, emberileg, őrlődsz, keresed a kérdésekre a válaszokat, nem tudod a tutit, nem is akarod tudni a tutit, hanem folyamatos keresésben vagy. Jól gondolom, jól látom? Hát ezek alapvetően jól hangzanak, mint hogy így számomra ez, ennek örülök, ha így látod. Igen, ezek mind abszolút jellemzőek rám, meg hát ja, az őrlődés az abszolút. Tehát ez ha valakire mondják, hogy nehezen alszik el, például az én vagyok ilyen, egyfolytában jár az agyam valami, állandóan próbálok 3-4 lépéssel előrébb járni, akár ahol tartunk éppen. Emiatt egy kicsit mindig van egy ilyen örlődés az emberben, mert hogyha az ember egy kicsit kevésbé a jelenben van, és hogy állandóan így a jövőben jár az agya, akkor igazából kicsit a jelenből úgy néha úgy hiányzik az a boldogságfaktor, amit csak a jelenben lehet igazán megélni, hogy ez miatt ezt a boldogság érzetet, ezt állandóan keresem, hogy megtanulom, hogy megtanuljam ezt a dolgot. Azért a színpadon megvan. Az biztos, mert ott nem agyalok, ott kikapcsolok, és akkor ott érzem igazából a boldogságnak bizonyos fokát. De úgy az életben inkább ezt azért még így tanulom. De hát még fiatal vagyok, még sok mindent meg kell tanulnom. Folyamatosan visszatérnek hozzád azok a projektek, amik egy nőt igényelnek melléd. Női duók, ugye Szécsi Böbével, a Felfallak a szájmaszkkal beszélünk róla később, és most Rúzsa Magdival az új dalotok. Miért van ez? Úgy érzem, hogy nálad nagyon-nagyon működik a yin-yang, tehát hogy nagyon-nagyon kiegészít téged egy nő, folyamatosan megfogalmazod ezt a dalaidban, és hagylak válaszolni, és utána folytatom, mert lesz egy becsapós kérdés. Jó. Hát hogyne. Természetesen egy férfit egy nő tökéletesen ki tud egészíteni, és azt gondolom, hogy ez egy érdekes kémia, hiszen ugye nálunk mi heten vagyunk a zenekarban fiúk. Van ugye egy állandó vokalistánk ugye a Szécsi Böbe, aki kiemelt koncerteken is van, illetve van, hogy felvételeken is énekel, stb., aki szerintem nagyon jól kiegészíti a csapatot. És ugye emiatt, ugye a Márk az állandó énekesünk, ezért csomószor van az, hogy jó kicsit felfrissíteni adott esetben a hangzást amúgy egy női énekkel, és egy női hang nagyon sokat tud csavarni a szövegen. Tehát, hogy mondok valamit, van egy szöveg, és azt egy férfi énekli el, vagy egy nő, óriási dimenziókülönbségek tudnak lenni. És emiatt például, hogy említetted a Rúzsa Magdival közös dalunkat, amikor megírtam a dal refrénjét,
meg már úgy az egész dal kezdett így körvonalazódni, akkor nekem abszolút egy női ének ugrott be a refrénre, és akkor fölhívtam a Magdit, valahogy a fejemben úgy volt, hogy ez nagyon jól fog majd szólni, és hál' Istennek így is lett, meg tetszett is neki az ötlet, elvállalta, átjött hozzám a stúdióba, és felénekelt, tehát ott éreztem, hogy valami jó dolog születik, mert így rázott a hideg, tudod, hogy így hát eleve a Magdi hangja gyönyörű, és ugye ezt a szöveget, ahogy énekelte, ez valahogy nagyon, nagyon jó volt a kémia, azt éreztem, és igen, nagyon-nagyon nagy igényem van rá, hogy sokszor dolgozok a énekeseknek. Ha te nem jössz hozzám el, majd én megyek hozzád, mert élnem kell az életem, de milyen élet az, ha egy dolgot akarsz, szeretni, akit nem lehet. A gyümölcsnek nem érzem az ízét, egy hete nem mentem le vízért, a ruháim nem mosom minek, mikor a forró fürdő is hideg. A már nem nő és férfi hogyan egészíti ki egymást, ez nagyon-nagyon sokszor megjelenik a dalaikban. Benne is van a dalban, hogy nem akarok semmit félig, nem akarok félig élni, nem igen, mondom igen, el, igen. Folyamatosan nem mondom el, hogy melyik dalból idézek, de nagyon sok dalszöveg van most így a fejemben, tegnap egész nap benneteket hallgattalak, de nem akarok félig élni, nem akarok félig benne lenni egy kapcsolatban. És most jön a magánéleti szintű férfihoz szóló kérdésem. Nagyon benne lenni egy kapcsolatban, nagyon meg tudni mondani, nagyon meg tudni mutatni a nőnek, hogy mit szeretnénk, mit akarunk kimondani, hát miről szól ez másról, ez maga a romantika, mi ezt nagyon szeretjük. De megmondom, hogy mit nem szeretnek a nők, ha ez elmúlik. És úgy érzem, hogy néha úgy érzem, hogy talán ebben jobbak vagyunk, ugye a kémikus 3 év, hogy ebben, hogy ezt megpróbálni, ezt a rózsaszín ködöt fenntartani. Hogy érzed, hogy pont az átonyra futós, se veled, se nélküled, ugye Magdival éneklitek, típusú kapcsolatok, amikor már nagyon elfajulnak a dolgok, amikor nagyon, nagyon robbant valami, nagyon működött, két erős egyéniség, azért tud a végén nagyon, nagyon mellé menni, mert egyszerűen már nem tudják azt az intenzitást megadni egymásnak. Nagyon nehéz az intenzitást fenntartani? Számodra nehéz vagy könnyű? Hát fú, ez egy elég komoly ugye? Kérdés. Szóval ez... Nem is tudom, hogy erre létezik általános igazság ebben az egész kérdésben, mert annyira bonyolult sokszor egy-egy kapcsolat, meg önmagában egy ember is nagyon bonyolult tényező tud lenni, meg egy óriási érzelmi hullámvasút az életünk önmagában is, úgyhogy... Nem is általánosságban kérdem, hanem a te személyes véleményed, hogy égünk, de meddig? Vagy pihenhetünk hullámvölgyekben? Hát, tartsuk meg a szépségét? Van egy barátom, aki nemrég azt mondta, aki ilyen, elég ilyen válságban van a párkapcsolata éppen, és azt mondta nekem, hogy amíg két ember szereti egymást, addig mindent meg lehet oldani. Valóban ez lehet szerintem a kulcs, a szeretet, a szerelem. A szenvedélyen túl. Igen. Mert hogyha a szerelem van, akkor tényleg mindent meg lehet oldani, és minden nehézségen át lehet jutni egy párkapcsolat szintjén. Ha az elmúlik, akkor nyilván jön már az erőlködés, jön az, hogy az ember próbál megfelelni egy szerepnek, stb. De azt gondolom, hogy a szerelem az, hogy megmaradjon, az mindenképp dolgozni kell érte, tenni kell érte. És azt gondolom, hogy sokszor olyan egy párkapcsolat, mint félig meddig egy munkahely, hogy, így van. Hogy dolgozni kell rajta. Nem szabad egyszerűen elfelejteni azt, hogy azért, hogy működjön egy kapcsolat, ugyanúgy tenni kell és dolgozni kell. És sokszor nyilván, akár ha az ember nagyon elfoglalt, vagy gyerek van, vagy stb., akkor ezeket hajlamosak vagyunk elfelejteni, vagy kevesebb időt szentelni rá, vagy azt mondjuk, hogy hú, elfáradtam, én most már nem. Igenis kell a romantika, kell rajta dolgozni, kell szituációkat teremteni, tehát még egy legsűrűbb időszakban gyerek mellett is meg kell próbálni szerintem azt, hogy elmenni kettesbe vacsorázni, időt szánni egymásra, beszélgetni, stb. És ezek azért eléggé életbe tudják tartani, mert ahol egyszer volt szerelem, azt mindig azért
elő lehet húzni ezt az érzést, csak ezen dolgozni kell szerintem. Ennyire hiszel benne? Ennyire optimistán? Én optimista vagyok, igen. Igen. Én hiszek a szerelemben, meg egyáltalán én ilyen, hogy is mondjam, sok területen nagyon realista vagyok, viszont az érzelmek terén nem lehet nagyon realistának lenni. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy érzelmekről beszélünk, a realizmusnak meg kell szűnnie. Tehát muszáj hinni abba, hogy van, hogy lesz, és hogy tud működni, mert valahogy az ember mondjuk föl kell, és mondjuk nem szeret senkit, akkor ez olyan fura üres élet lehet szerintem. Tehát szeretnünk kell egyszerűen. Arra születtünk, hogy szeressünk embereket. Csak nem mindig mást. Fölfallak a szájmaszkal, ugye az új dalotok is erről szól. Elmondtad egy Petőfi TV-s interjúban is, hogy régebb a bugyit tépték le a lányokról, most kezdjük a szájmaszkal ahhoz, hogy eljussunk valahova. Már csak a mosolyod tetszik, a mosolyod vigasztal. Amikor újra látlak, felfallak a szájmaszkal. Igen, hát... Szeretette a polgárpukkasztó megfogalmazásokat, szövegrészeket? Hogy született ez pont, hogy felfallak a szájmaszkal? Hát ez ugye... Eleged volt nagyon a szájmaszból, egy olyan napon születhetett ez. Igen, igen. Én... Ez tavaly pont ez a legsűrűbb időszakban íródott, ilyen... Alapvetően ezt a hangulatot próbálta elcsípni, hogyha majd újra találkozunk, akkor felfallak a szájmaszkal, és akkor ez ugye ebben benne volt nyilván az is, hogy a hiányérzet nyilván, hogyha sokáig nem találkozol valakivel, és ugye a szájmaszk, mint ugye az egész elmúlt másfél évnek a jelképe lényegében. Van, aki még most sem tudja levenni, hogy már nem kell hordani. Hát, igen, de ezt megértem amúgy, mert én olyan típusú vagyok, hogy télen állandóan sapka van rajtam, ilyen kötött sapka, mert nagyon fázós vagyok. De valahogy nem tudom, ha megjön a jó idő, nem tudom, hogy nagyon gyorsan elhagyni a sapkát, hanem még egy ideig rajtam van a sapka, már 18 fok van, de még én mindig téli sapkám, és kicsit ilyen csúszásban vagyok, ilyen is néha az ilyen reakciókkal, de a szájmaszkot az elég gyorsan levettem magamról, amikor már lehetett, úgyhogy ennek örültem, mert borzasztóan rosszul viseltem a szájmaszkot valamilyen. Otthon van ez a dal, amiben elhangzik az, hogy mindegy milyen csomaggal jövünk, előre kell nézni. Úgy érzem, hogy elég sok pszichológiát olvasok az utóbbi időben, hogy egyre inkább arra törekszünk, hogy egészében nézzük az embert. Tehát, hogy most nem az, hogy fölmenti bármi, ami a múltban történt vele, vagy ahonnan jön, vagy amilyen csomaggal jön, hanem törekszünk arra, hogy lássuk, hogy honnan jött, hová tart, és ki ő úgy mindennel, az évekkel, amik mögötte vannak. Érzel te egy ilyet? A csomagokat kezdjük figyelni, hogy kinek mi van, és ezen keresztül kíméletesebbek lenni egymással. Az mindenképp segít szerintem, hogyha úgy próbálunk megítélni egy embert, hogy csak jobban megismerjük. Viszont azért az életünk során csak X embert tudunk igazán megismerni, ezért a rengeteg emberrel kapcsolatban van egy ilyen nagyon rövid idő után, egy felszínes ismeret által van egy véleményünk, vagy betesszük őket egy polcra, vagy egy csomagba, hogy na, akkor ő ilyen. De az, hogy mondjuk megismerni, hogy mondjam, tehát hogy szerintem a megismerni a másikat az azért kulcsfontosságú, mert a megismerés nélkül nincsen az, hogy meg is érted azt az embert. És egymás megértése szerintem rengeteg dolognak rengeteg pozitív dolognak a táptalaja. Tehát a megismerésben benne van az elfogadás lehetősége, az, hogy tanulni egymástól. Van egy olyan filozófiai gondolat, hogy az igazság önmagában például nem létezik. Hogy az igazság, ez így mondják a szemeletileg, hogy az igazság a párbeszédben lakozik. És ez egy olyan érdekes dolog, ami szerintem pont ennek is a lényege, hogy önmagában senkinek nincs igaza, de amikor párbeszédben, valahol a kettő között, egy vitában például, valahol a kettő között, és pont így van a személyiségekkel is szerintem, hogy senki se tökéletes, mindenkinek vannak hibái, mindenkinek vannak
fekete foltok akár a múltjába, de valahogy attól, ezektől a dolgoktól, hogyha megismerjük egymást és megértjük, akkor szerintem ezeket az emberek valahogy úgy tudják átfordítani, hogy valóban jó emberré válhat akkor is egy ember, hogyha még korábban hibázott is. Van ilyen nálad, hogy nem szeretem a magányt, és szülők vannak a dalban, ugye? Igen, most igen. Én is szülő vagyok, arra gondoltam, hogy Jézus, hogyha a kislányom fölkerül a színpadon, dalszöveg leszek én is, hogy viszonyulnak ehhez a szülők, hogy te képes vagy, és mindent így kitársz, mert miért ne? Mert lehet, hogy valaki azonosulni tud azzal, hogy hogyan hidegül el egy kapcsolat, vagy hogy ülünk egymás mellett társas magányban. Igen, ez egy érdekes... Elővettek otthon, hogy Dávid, azért mégis. Igen, sokszor már megkaptam azt például apukámtól, hogy amióta hallgatja a dalokat, azóta azt mondja, hogy jobban megismert engem. Mert azt tudni kell rólam, hogy alapvetően eléggé zárkozott ember vagyok, és szüleimmel is, barátokkal is nehezen nyíltam meg mindig is. És ezáltal valahogy leginkább ugye a szövegeken keresztül tárom fel úgymond a lelkemet. És ez pozitív, negatív, nyilván vannak bulisabb számok, vannak lazább dalok, vannak komolyabb hangvételűek, de... Terápia. Írni de, és színpadon de ez egy terápia, lenni. Igen, sok szempontból, és valahogy kiírja az ember magából, és valahogy egy olyan szeletét adom ki a személyiségemnek, amit mondjuk adott esetben egy hétköznapi szituációban nem tud előjönni, mert valahogy az ember nem mindig adja ki magát, vagy ilyesmi, de mivel amikor írom a dalszövegeket, akkor egyedül vagyok, ezért nyilván bátrabban is merek megnyilvánulni. Igen, hát ettől művész a művész, hogy többet tud adni magából, ezért tudnak azonosulni vele, és akkor van a felelősség, ami egy zenekar front emberére hárul, főleg egy ilyen év után, ami az elmúlt év vagy másfél év volt. Hallgattam veled podcastet is, és ott is elmondtad, hogy hihetetlen a nyomás volt ebben az időszakban, a koncertek hiánya időszakában, ugye, mert vannak együttesek, ami, hogy is mondtad, 10%-át teszik ki a zeneiparnak, és hát még igen. Egy csomó-csomó ember mögöttetek, körülbelül tehát 30-an vagytok összesen, hát és igen, nem az a hét, teljes... amit a színpadon látunk? Így van. Ez fontos volt ebbe az időszakban hangsúlyozni, hogy a zeneipar nem a zenekarokból áll csupán. A zenekarok nyilván az arcai a zeneiparnak, meg ennek az egész dolognak, de rengeteg ember dolgozik a háttérbe, a színpadok mögött, a stúdiókba, a sofőrök, akik viszik a buszokkal a zenekarokat, a fesztiválon a színpadot, akik építik, azok, akik oda hozzák, még csinálják a kaját például, stb. Tehát, hogy ezt az egész, akár egy fesztivált, vagy egy koncertet, rengeteg ember munkája mozgatja, és nyilván a hangtechnikusok, a fényesek, a látványkészítők, stb. Rengeteg ember munkája adja ki azt, amivel találkozik ugye a közönség élőben. És ők most még rosszabb helyzetben voltak ebben az elmúlt időszakban? Hát a nagyon nehéz. Mert nem is alkottak, mint ti, nem is jártak koncertekre, csak vártak, valamire vártak. Igen, ez egy nehéz időszak. Én azt gondolom, mindenkinek nehéz időszak volt. Látni kell nyilván azt, hogy ez is több dimenziós volt ez az egész helyzet. Egyrészt az, hogy nyilván egy anyagi nehézség, a másik pedig a szellemi, a pszichés része a dolognak. Hogy gyakorlatilag kihúzzák az ember alól a talajt, nem tud dolgozni, gyakorlatilag mi a legelején elveszítettük kvázi a munkánkat, és gyakorlatilag a legvégén kaptuk vissza, ha úgy nézzük. És egy óriási, hosszú időszak volt bizonytalanságban. És nagyon sok dolog rossz az életben, de a bizonytalanság az egyik legrosszabb. Hogy nem tudod, hogy mi lesz holnap, nem tudod, hogy mi lesz egy hónap múlva, mi lesz fél év múlva, és ebből a bizonytalanságból azért jó nagy adaggal kaptunk ebben a másfél évben. Állandóan változtak a dolgok, nem lehetett semmire építeni, és ugye a zeneiparnak egy másik fontos tulajdonsága, hogy tervezni kell, előre kell dolgozni. Tehát egy fesztivál nem úgy van, hogy egy héttel előtte bejelenti az ember,
vagy egy koncert, azon kommunikálni kell, fel kell készülni, stb. Stb. Meg kell szervezni. Ez egy ilyen szempontból egy nehéz szituáció volt, de most azt érezzük, hogy végre, hogy elindulhattunk, most mindenki fellélegzik, de látom mindenkin, hogy már nagyon-nagyon várta, és még egy kicsit egy csomó még el sem hiszik, hogy tényleg. De nagyon jó energiák vannak, én azt érzem, tehát igen. Mindkét oldalról, hogy én is ezt ti is alig várjátok, hogy színpadra kerüljetek, és a nézők meg talán még jobban. Hát reméljük, igen. No, de visszatérve, mert picit elkalandoztunk a frontember, a zenekar frontemberének a felelősségére és a nyomásra, ami rátok nehezedik. Én gyakran gondolkodtam ezen, hogy végül is, aki elő van, aki általában ugye a vokál, az a brand, a brandje a bandának. És minden rajtatok múlik, az idegállapototokon, a hangulatotokon, az íráskészségeteken, tehát egyszerűen, hogy az a 36-40 milliós nézettsége van egy-egy dalotoknak, az a tábor egyáltalán kialakul, az azon múlik, hogy te azokban a kinyúlt éjszakáidban miken gondolkodsz, vagy milyen dalokat készítesz. És akkor ugye van a nyomás, a zeneipar nyomása. A kettő között hol lehet megmaradni normálisnak, önazonosnak? Ugye a megújulás kényszere, amit most nagyon-nagyon kérnek tőletek. Igen. Hát nyilvánvalóan... Hol van az, amikor eldöntöd, hogy oké, engedek, tehát látom, hogy ez most menő, de eddig, és ne tovább. Hát ez... Mert ettől már nem leszek halott pénz. Most több témát... Tudom, igen, szoktam én neked kérdezni, bocsáss meg. Érintettünk. Ez az embernek maradni dolog, ez leginkább nálam például úgy vált be, vagy hát úgy működik reményeim szerint, hogy teljesen külön választottam a magánéletemet és a szakmai életemet. Tehát, igen, hogy... szoktad mondani, hogy egy hírnévvel egyszerűen nincs időt foglalkozni. Mert alkotni kell. Igen, és egyszerűen sok a feladat, tenni kell, stb. És mellette a magánéletemet meg teljesen elzárom, úgymond a külvilágtól. És mivel tényleg úgy megyek haza, hogy azt hívhatom magánéletnek, ott, és ez teljesen a 100%-ban a sajátom, 100%-ban, és nem osztom meg ezt a részét az életemnek például a közönséggel, ez hagy nekem egy olyan ajtót, úgymond, amit be tudok magam mögött csukni, és azt mondom, hogy most otthon vagyok, most a családommal vagyok, stb. És oda nem lát be senki. Az az én kis barlangom, vagy kuckóm, ahova hazatérek. És ez a távolság, hogy van egy tényleg egy kvázi magánéletem, és van egy szakmai életem, és hogy a kettő nem találkozik sok szempontból, ez hagy nekem egy ilyen olyan szabadságot, amitől azt érzem, hogy ember tudok maradni. És az önazonosság része pedig szintén ebből fakad. Művészi önazonosság, igen. Igen, az önazonosság az meg szintén ebből fakad, hogy törekszem arra, hogy amit gondolok, amit érzek, azok vannak benne a dalokban. Tehát, hogy például a... Tehát ami eddig jó volt, amiért engem szerettetek, azután is fogtok ezért szeretni. Valami ilyesmi van benne, nem? Tehát, hogy jobb, ha megmaradok ennek, őszinte, mert ezért szerettetek meg. Igen, de ez a része meg őszinteség. Tehát, hogyha van változás, vagy például mondok valamit, van egy csomó olyan téma, amit mondjuk 25 évesen írtam, most vagyok 36, nyilván teljesen más témák mozgatnak sokszor, vagy egyszerűen megváltozott a világ körülöttem, az emberek, a magánéletem, stb. És ezek a változások végigkövethetők gyakorlatilag a dalokban, de pont ez a lényege szerintem, hogy őszinte az egész. Tehát, hogyha ez a helyzet, ezt látom, ez fog meg ez a téma, akkor arról kell írni. És nem feltétlenül akarok olyan témákat írni, ami nem én vagyok, vagy nem érzem hitelesnek, és az önazonosság ezen a számomra itt jelentkezik, hogy mindig őszintén állok a dalszerzéshez, a szövegíráshoz, és kicsit egyébként az őszinteség olyan szempontból egy ilyen rossz dolog is benne, hogy nagyon kitárulkozok csomószor, a félelmeim benne vannak, a fájdalmaim, stb. És ezáltal olyan sebezhetővé is válok.
ha a dalokon keresztül, és ez... Hogy jut el hozzád, aki bántani akar, hogyha a két világ le van választva? Hát eljut, hát akár kommenteken keresztül, vagy ilyesmi, tehát hogy nyilván azért hál' Istennek nagyon sok pozitív is van, de vannak akár olyanok is, akkor ez olyan fura dolog, hogy az ember kitárulkozik, és akkor valaki erre valami csúnyát ír, az olyan nehéz néha ezt így, de hál' Istennek az évek során azért megedződtem, de azért hozzáteszem, hogy főként azért pozitív visszajelzéseket kaptunk az évek során, úgyhogy ez viszont nagyon nagy lendületet és erőt ad, hogyha az embert kedvelik, hogyha szeretik, ha hallgatják a dalait. Ez azért talán az egyik csúcspontja az életemnek például, amikor a közönséggel együtt éneklünk egy-egy dalt, és látom a szemükbe, hogy éneklik, az egyszerűen csodálatos dolog tud lenni. Igen, azt is őszintén elmondod, hogy nem akarok felnőni. Hát igen. Szabad egy művésznek egyáltalán felnőni? Tehát a gyerek látja a színeket, a gyerek látja a világot azon a szinten, ahol egy alkotónak kell. Szabad nektek felnőni? Hát, hogy engem kérdezel, szerintem senkinek se szabad felnőni igazán. Tehát, hogy nyilván felnövünk, meg komolyodunk, meg jönnek ugye a vállalások az évek során, család, csekkeket be kell fizetni, stb. Tehát, hogy van egy ilyen része, de nagyon pici szeletét szerintem a gyerek létnek azért meg kell tartani egész életünkben. És én például tökre elképzelem magamat, hogy ahogy mondjuk idős leszek, akkor gyakorlatilag olyan, akkor ez egy ilyen szabadságérzet lesz majd, mert szerintem egy idős ember bármit megtehet szerintem. Nyugdíjas kiránduló? Igen, igen, igen. Világjáró lesz-e? Hát remélem. Mi lesz akkor szerinted egy ilyen, ez kezd kialakulni ez a slow mozgalom a gyorsulással ellentétben, folyamatos gyorsulás, már oda gyorsul, hogy már nem bírjuk, ugye? Ugye nagyon nagy a nyomás a zeneiparon is. Sokszor mondjátok, hogy már nem 10-es években gondolkodik a zeneipar, vagy 90-es, 2000-es, hanem 2-3 évente igen, maximum nagyon kell megújulni és lágereket hozni. Gyorsulni fogunk, amíg mi ketten nyugdíjasok leszünk, vagy most már nem lehet ezt bírni, ezt a tempót, amihez az internet, a YouTube, a stb. Spotify hozzászoktatott. A Spotify versus a régi bakelit albumok, stb. Tehát, igen, hogy vagy ezen változtatni kell valahogy. Hát, és mondom, akkor kezdjük a gyerekeinkkel, akit lassú gondolkodásra, koncentrálásra nevelünk. Ez egy baromi nehéz téma, hiszen a technikai fejlődés eszméletlenül nagy ütemben történt a mi életünkben például. Tehát, hogy én még tényleg vezetékes telefonon hívtam Randira lányt, meg... Tudod a telefonszámot, igen, a család telefonszámot, igen, igen. Tehát, hogy azért voltak ilyenek, hogy nem voltak okos. Igen, és még volt ugye ez az időszak az életemben, aztán utána megérkezett a mobiltelefon, tényleg az internet, stb. De hát azért óriási, exponenciális a gyorsulás. Viszont ahogy így idősödök, egyre inkább vonzódom a nyugisabb dolgok iránt. Most pár éve elkezdtem... Szerintem ez nem a korra, hanem a tudatossággal jár nálunk lehet, már. Lehet. De hogy elkezdtem például, hogy elkezdtem bakelit lemezeket gyűjteni az elmúlt 2-3 évben már. Kollégámnak is nagy gyűjteménye van. Tényleg? és az például abszolút ez, hogy felrakja az ember, albumot hallgatsz, kicsit máshogy szól, stb. Főzöl rá, nem tudom, akármit csinálsz. És mellette valahogy én ilyen belvárosi, mindig ez az ilyen, legyen a közelemben egy kávézó, egy kocsma, egy szórakozó hely 200 méteren belül, mindig így éltem az életemet, hogy ott kell lennem benne, ahol az élet zajlik. És az elmúlt pár évben viszont iszonyatosan elkezdtem vonzódni a természet, a nyugalom, a kikapcsolás irányába. Napi szinten eszembe jut, hogy milyen jó lenne, ha nem lenne telefonom például, stb. Tehát, hogy azért elkezdett ez izgatni, mert azért olyan szinten sok információ jut hozzánk napi szinten, hogy ez már szinte befogadhatatlan. És az információ szűrés szerintem az lehet az egyik ilyen jövő, hogy az ember nagyjából hasznos információkat, a megfelelő információkat vigye be az agyába, és egyszerűen, ha túl sokat nem tudom, nyomkodjuk a telefonunkat, akkor viszont
elveszítjük a fontos dolgokat, a beszélgetéseket, stb. Stb. Tehát az egymásra odafigyelés, amit beszéltünk korábban, azért két ember között gyakran a technika is ott tud lenni, amint zavaró tényező, és azt nem baj, hogyha néha-néha kiiktatjuk. Nyilván a most már munkához, stb. Elengedhetetlen a digitális világ, de valahogy engem egyre inkább vonz a természetközeliség, a városból való kiszakadás, a telefon hátrahagyása, és azt gondolom, hogy számomra ez lesz valószínű az irány, hogy egy ilyen nagyon természetközeli életre fogok berendezkedni a kicsit az idősebb életemben. Gazdálkodsz? Majd. Lehet, még az is nagyon, lehet. Nagyon sokan neki fogtak. Igen? A tavalyi évben, igen, ezt láttam. Próbáltál ilyen detoxot már? Telefont letenni napokig? Nem, még nem. Rászánod? meglátjuk. Nagyon vonz a téma, csak ugye az van, hogy a zenekar kapcsán is, meg nyilván a szüleimmel való aktív kapcsolattartás, családommal persze, való most kapcsolattartásban az ugye nagyon fontos része. Érdekes dolog amúgy, hogy régen nem volt telefonunk, de most meg, hogyha nincs a közelünkben, akkor elkezdünk feszengeni, hogy miért nincs ott a telefon. De szerintem ez biztos vagyok benne, hogy eljutunk egy olyan pontra a fejlődésben és a gyorsulásban, ahol azt mondjuk, hogy na, most kicsit lassuljunk. És szerintem biztos, hogy meg fog ez jelenni a társadalom rétegeiben, hogy igenis kapcsoljunk ki, hogy legyen lassabb egy kicsit az élet, ne rohanjunk állandóan, de ezt szerintem könnyebb megtenni, ha az ember mondjuk a természetben van, vagy a természet közeliségben, mert ott kicsit valahogy távolinak, idegennek is tűnik egy-egy telefon. Vagy egy koncerten, mindjárt itt veletek Csíkban a igen színpadon. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál a műsorban, azért annyira ne tedd félre a telefonod, hogy még ezt a műsorban utólag nem nézd vissza a YouTube-on. Jó. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál, Dávid, velünk. Köszönöm a meghívást. A nézőknek köszönjük a figyelmet, hogyha tetszett a videó, akkor lájkolják és iratkozzanak fel a csatornára, hogy ne maradjanak le a következő műsorokról sem. Viszlát, sziasztok! Láttam a